Hétfő délelőtt a Mosoni Duna parton már csak a hajón fennakadt úszadék emlékeztetett a hétvégi árhullámra, pedig a szakemberek nagyobb vízre számítottak, ám a Duna végül szombat délelőtt 520 cm-en tetőzött Nagybajcsnál, azóta pedig folyamatosan apad. A folyó már nincs is érvényben árvízvédelmi készültség. Győrnél a Rába is elmaradt a várt szinthez képest, 440 cm-nél tetőzött a folyó még szombaton este. A Győrszol még pénteken elővigyázatosságból lezárta a Petőfíd alatti ingyenes parkolót, ezt a víz levonulása után vasárnap délelőtt már újra megnyitották. Többen aggódtak a rakparti út miatt is. Máté Tóth Péter, az útkezelő szóvivője még pénteken azt mondta, ha az árvíz megkívánja, azonnal lezárják a szakaszt. Erre azonban végül nem volt szükség. A vártnál alacsonyabb árhullám sem Győrben, sem pedig a térségben nem okozott károkat, és mivel az elmúlt 24 órában alig esett eső a folyók mentén, már sehol sincs árvízvédelmi készültség. A korábban a nagy esők miatt az ország több pontján megáradt patakok is visszatértek medrükbe, mindenhol már a kármentesítéssel foglalkoznak a szakemberek.